akkor mindjárt megvonunk egy mérleget. Elindultunk szombaton reggel 4:30-kor. Az első nap 15 órát eveztünk, a második nap 16 órát, ma 3 órát, 54 órára jön ki. Hétvége alatt teljesíthető lesz. Szervusztok, gyerekek! Szervusztok, gyerekek! És már mentünk 100 méter. Ez gyorsabb, mint egy gyaloglás. Unakeszi! Kinyalt a nap, jó reggelt kívánt nekünk, innentől kezdve. Ajajajajaj. És ott a hidunk. Ne higgyétek el, hogyha azt mondják, hogy örvénylik a hídlába, mert nem örvénylik a hídlába. Kedves gyerekek, higgyétek el inkább nekünk, hogy nem örvénylik, ellenben a bóják azok nagyon örvénylenek, gyerekek, ott nagyon kell vigyázni. Az első szendvics, és akkor ebből van 35, amiből most teszünk meg kettőt, minden hídnál meg kell lennünk a szendvicset. Ahó! Hello! Hey! Marina part, hajógyári sziget, vizes VB helyszínét látjuk. Íme a híd, aminek nevéről vezért is neveztek el. Elég rozsdásám az alja. Van örvény körülötte? Mérsékelten. Utazó kedvű barátainak mondjuk, hogy a pesti oldalra fölülről behajtani tilos. Közelítünk a Houses of Parliament fele. Ez itt a Margit híd, a Margit sziget. Tarajozik! Várj, akkor ezt meg kéne oldanunk. Valami evezéssel a széle fele. Elhagytuk a Margit szigetet. És a Houses of Parliament fele járunk, közeledik. Az előbb volt egy hullámosabb szituáció a sziget mögött, a két Dunaág összefolyásánál tarajozott a burványzó Duna. 4:30-kor indultunk, 5:30, 6:30, 7:00, 2,5 óra, vagy valami. Második szendvics a parlament árnyékában, és ilyenkor az ember ízlelő bimbói beleszédülnek a lehetőségekbe. Bár ez csak egy látszólag egy egyszerű szendvics, de elkezdtük értékelni a kaját. Itt megint volt ez a Lánchíd alatt egy ilyen tarajos hullámos rész. Előbb megint volt egy mentőmotorcsónak, itt pedig a Budai Vár látható tévénéző gyerekek számára. Erzsébet híd, ránk dudált a Hungária, és itt pedig a Szabadság híd. Úgy látom, hogy a híd mögött megint nagy tarajos hullámok vannak, de hogy mit a mechanikának az oka, azt nem tudom. És akkor láttuk meg Péterrel a bánát, miközben balról előzött Lárát, Lárikámat, balról küldtük. Ez az ember által kialakított cseppköveknek a szép példája, a maradék beton lemezesítése. Kopaszi gátnál vagyunk, nézzük a kacsákat, az első megállónk történt technikai okokból. Partraszállás, Péter apa egy összetört sörösüveg kupac tetején gázol az erdőbe, szarvast lő. Nagyon finom mindenség van itt. 0,0 koma. Róka koma. Csepel-sziget balról, huszáj dübörög. Nagyon távol látszik még a Lágymányosi híd fője, de ez már csak sejthető. Kezdi a nap meghágni az ég koronáját. Kis Dunai naszádozik itten. Másodszor meg kellett állnunk az M0-ás hídja előtt egy ilyen trópusi hangulatú bicsen. Áú! M0! M0!
Széles a Duna, nincs olyan legény, ki átugorja. Patkó Imre átugrott a sáros, lett a csizma sarka, ez ám a legény. Ne gondold Imre, hogy mindig így lesz, majd ha a puckóban 5-6 gyerek lesz. Csörög a sarkantyú, csipóg a sokrajkó, kenyér kell annak. Evező társam azt üzeni a tévénéző gyerekek részére, hogy evezni kéne. Most vagyunk 53 km Ercsil. Édes Istenem, de már nem látjuk a Pestet azért. Adonyban vagyunk? Majdnem. Adony előtt. A Naftakem parkolt Szászhalombatta kikötőjébe, és ez most megy lefele, viszi a naftát. Azt mondja, hogy Port of Adony. Kispártatva nagy vihar keveredett, kerekedett, de mi azt próbálunk ellenállni. Megyünk és elrakom a kamerát, hogy ne legyen baj. Donner a Wetter, jó reggelt! Most tényleg ott már világosodik. Világosodik, hát mondtam én, ott sütött a nap már. Áj, és el is múlt a vihar. Kulcsi Beach. Föveny, csónakok, ladik. Mindjárt még vihar utára. Nem találjuk a Csepel-sziget végét egyelőre. Még akárhol is lehet, de egyelőre nem láttuk. A Dunaújvárosnak a első szeglete felett vagyunk itt a KOM, Dunaújvárosi KOM. 86 km-t mentünk most, és akkor még lesz egy 88 km-t megyünk, és 90 lesz a vége. Most látjuk meg a Földvári hidat. Pentele híd, vagy mi? Pentele? Az ki az? Egy híres valaki? Pont 15 órát eveztünk. 100 km körül. Várjál, szerintem fogtak, hogy partra vetett ámbrás tetet. Mit üzenünk? Itt most nekifutásból akar aludni. Fölveszem, ezek voltak meg még lefekvés előtt. Nagyon úgy tűnik, hogy egy néhány percnyire a Szunyogostól egy gyönyörű kis kocsma és panzió figyeli a vizet. Energia itallal indul a nap a virágzó Dunán. Ma reggeli első nagy uszájunk, három van egymás mellé csatolva, meg még ott is mögötte valami. Kis löszfalak a Duna mentén, Földvár felé, félúton. Mától hivatalosan is az én nevem 106-os Miklós Bruno. Egészségére. Ez az igazi selfie, amikor ilyen rohadt nagy rudakkal belámpázza saját magát a híd, nem? Még nincs meg a fele a távnak, de már nagyon közel állunk hozzá. Már a feléhez. Észrevettem magamon, hogy a burványló szót indokolatlanul sokszor használom az elmúlt két napban. Nőstény szarvas? Nem ez a nőstény? Szerintem ez a úgynevezett kis szarvas. Szia! Jó utat! Elől a Tróger, hátul a Kaffer, és megindul a két Culager, tehát itt a Culager. Tróger, Kaffer, Culager. Sehol egy filé vagy fejetlen hek. Egészben úsznak a halszeletek. Zsírtól csöpögő ukrán uszályos, honnan, hova a számukra homályos. Apateje, anyavaja, annyi baja, nekünk mohács kell, ebből gyerünk ki. Mielőtt zár a vaskapu, pöpöpöpöp a két apu, sörbajszos Culager, nekünk mohács kell. Kedves nézők, onnantól odáig tart a szélesség, talán itt a legszélesebb. Én azt mondom, hogy aki bújt, aki nem paks. Paksikom. 1532, 66-tól indultunk, 66, 34, 134, Paksi Peni, készlet feltöltés. Azt gondoljuk, hogy ez a Paksi atomerőműnek a hűtővize. Na meg ez! Ez is olyan atomgyanús. Ez itt az atomerőműből folyt ki. Biztos, hogy egészséges. Halszag van.
De darált sügerek. Dombori. Ott vagyunk. 159 kilométert tettünk eddig meg. Látni vélünk egy hidat. Azt gondoljuk, hogy M9, igen. Mindig csak a kamerájával foglalkozik az evezés helyen. Semmire kellő. Ez is feladat, ezt is komolyan kell venni, ezt is komolyan kell csinálni. M9-es hídja. Kettár irányából megy át és megy mondjuk az ötöshöz, ezt mondja Péter barátom. Örülünk-e? Ó, de magas. Tájvédelmi körzet? Megfűrjük, mert nagyon úgy érezzük, hogy meg kell. De olcsó gyerek vagy. Mellényestől? Ennyi. Köszönjük. Én nem akarok. Tollak. Letollak Mohácsig. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, kedves tévénézők és számítógép előtt ülő gyerekek, 42 kilométer híján teljesítettük a távot, legalábbis szeretnénk azt remélni. Az ugye egy maratonnak felel meg. Elméletileg azt gondoljuk, hogy 5,5-6,5 óra alatt ez teljesíthető. Amennyit tudunk, kihozunk még a mai napból, hogy holnapra minél kevesebb maradjon. Akárki meglássa, ez baja lesz. Csak evez már. Azt mondjuk, hogy 35 kilométer innen cirkál, ma sem Mohács. Feltéve, de meg nem engedve. Fölöttünk mennek a valamik, irigykedve néznek a pecások. Nagy cigarettareklám. Itt is talán van, itt nagyon nagy vízi élet van baján. Jára az apraja nagyja. Baja apraja, baja nagyja. Becerealizálunk és tovább megyünk a nap lementébe. Tele vagyunk bögöllyel, jönnek, ágyonütjük őket, mert nem tudunk más tenni, és jönnek megint. Három volt, nem? Egy, kettő, három. Ott hátul van egy. Ott a bokorba, hiszen ott megy. Hát láttunk vaddisznókat is. Jaj, de cuki! Látja Gyula, vándormadarak madarásznak a parton. Vörölyök és cecelegyek csípkedik a fenekedet. Ah, bocs, ne haragudj! Csak a szúnyogok, de azok mind az állat. Ugye? Hello! De még nincs este. Vagy mi? Seteit. Az erdő. Ott meg a hal. Gyönyörű utasszállító jön, Peti. Életünkben először ezen a szakaszon, csak ma csak önöknek. Normandiai partra szállás. Egy szigeten vagyunk, szerintem, de lehet, hogy földnyelv. Itt a kis csolnakunk. Cápauszonyok, itt van a gyönyörű kis francia ágyunk, és ott meg a hold. I've had to wait for years. I've had a pain so deep inside my heart. And fell apart. I've had to feel for years. Your name, lost my hope, lost my life, suffer with me. A szúnyogok megszerették, kicsit kilógott a keze. Nekem meg a lábamat, itt a bárányimből, kisfiú. Ki mondja azt, hogy nem lehet két nap alatt 200 kilométert megcsinálni? Step aside, taking a ride, and fell apart.
tolathatunk, és akkor oda tolatunk a sójához. Partot is fogtunk. Most még ki kell, hogy cuccoljunk. És akkor megvolt, azt mondja, hogy mennyi volt most akkor? 2? 2:20, megjöttünk. Ennyi volt, most haza kéne valahogy találnunk. És meg ne próbáljátok ezt otthon, hanem a Dunára menjetek, mert ott jobb.